A Donkanyart megjárt második magyar hadsereg hőseire emlékeztek Beledben. A világháborús emlékművet Major Jenő polgármester és dr. Gál László jegyző koszorúzták meg, illetve egy-egy mécsest is gyújtottak a 75 évvel ezelőtt meghalt több tízezer magyar katona emlékére. Tisztelt emlékezők! Hajtsuk meg fejünket a második magyar hadsereg katonái és kisegítő személyzete előtt. Kegyelettel őrizzük meg emléküket, áttörökítve az utódainkra, a következő nemzedékre. Példájukat, amelyet kötelességteljességből mutattak nekünk, kövessük mindenkor. Emléküket családjainkban és a nemzet közös emlékezetében őrizzük meg mindörökké. Megemlékezésünk elején egy verssel szeretnék tisztelegni én is a Donkanyar hősei előtt. Közben felkérem Major Jenő urat, Beledváros polgármesterét, és dr. Gál László urat, Beledváros jegyzőjét, hogy a vers alatt helyezze el Beledváros koszorúját, majd gyújtsák meg a kegyelet mécseseit. Mikula István, Donkanyari hősök tiszteletére. Most újra zöldel a fű a Donkanyar harcmezőn. Véráztatta, nem eső, így koszorús a temető. A bakáknak márvány helyett szép virágos a szemfedő. Virág hajlik jobbra, balra, így tiszteleg, bólogatva. Már a napkorong is előbújt, aggódva az égen, mert könnyes szemekkel nézte, hogy mi történt a télen, s megfogadta, alkonyatkor sem lesz piros szín a fényben. Szebb lesz a nap, napról napra, ráragyog egy kődarabra. Imár sok idő eltelt eme tragédia óta, mikor a honvéd a hazánknak nem maradt adósa, mert tőlük bátrabb katonák ma sem születtek azóta. Reményt hoztak a holnapba, az életüket feláldozva. A megemlékezés a Művelődési Központban folytatódott, ahol megnyitották a kórházban attól a Donkanyarba című fotókiállítást. Tisztelt emlékező közösség! Nemzeti tragédiánkra, hőseinkre emlékezünk most. A Donkanyar nekünk, magyaroknak nem csak veszteségről szól, hanem másról is. A hősök helytállásáról a kilátástalanságban, a kitartásukról a sokszoros túlerővel szemben. Emberekről, akik hűségesek voltak a küldetésükhöz, az esküjükhöz. Felkérem Major Jenő polgármester urat emlékező beszédének elmondására. Immár több mint egy évszázada, hogy ilyenkor január elején összegyűlünk a Városháza melletti téren, hogy megemlékezzünk a ma éppen 75 éve történt tragikus esemény kapcsán a II. Világháborúban, illetve ahhoz kapcsolódóan odaveszett mintegy 600 ezer, más számítások szerint közel 1 millió magyar áldozatról. Egykori családtagok, gyászolók, emlékezők, s mindazok, akik fontosnak érzik fenntartani és átörökíteni a jövő nemzedékei számára is a tudatot. Soha többé háborút. A 19. század végéről Otto von Bismarck, a poroszok, majd Németország kancelláriától származik a mondás. Aki egyszer belenézett egy haldokló katona üvegesedő szemébe, kétszer is meggondolja, mielőtt háborúba kezd. Pedig a pusztulás, az áldozatok száma csak ezt követően növekedett meg igazán. Úgy, ahogy a technika fejlődésével igazi gyilkoló üzemekké váltak a hadseregek. Sajnos a kancellár utódai azok az államférfiak, katonai vezetők, akik a terepasztalok és térképek felett tanácskozva a háborúkat tervezték, nem nagyon néztek a haldoklók szemébe. Területszerzésért, a nagyhatalmi pozíciók erősítéséért gátlástalanul robbantották ki a 20. század véres háborúit, belerángatva a harcokba szinte az összes európai nemzetet. A Magyarország számára sikertelenül és a Trianon miatt is tragikusan végződött első világháború kezdetektől fogva magába hurcolta a következő konfliktus lehetőségét. Bár a monarchia széthullásával
Magyarország ismét visszanyerte független államiságát, Trianon következtében korábbi területének mintegy negyedére szorult, a magyar nemzeti etnikum egyharmada pedig az új államhatárokon kívül rekedt. Nincs példa a történelemben arra, hogy ilyen mérő veszteség fölött bármely nemzet fiai, vezetői bárhol napirendre tudtak volna térni. Másként pedig geopolitikai elhelyezkedésünk okán is leselkedett országunkra a veszély. A közép-európai térség körül elhelyezkedő nagyhatalmak képesek voltak arra, hogy egymás elleni konfliktusokban magukkal vigyék az itt elhelyezkedő államokat. Ebben a helyzetben a 30-as évek végére a háború felé sodródó Európa közepén a magyar külpolitika azt mérlegelte, hogy a várható nyereség és a vele járó kockázat milyen arányban áll egymással. Ilyen körülmények és hibásnak bizonyos számítások folytán történt meg Magyarország hadba lépése 1941. július 27-én. A magyar politika álláspontja ugyanis az volt, hogy csak aktív háborús részvétellel Németország oldalán tarthatja meg a bécsi döntések szerinti területi gyarapodását, illetve reménykedhet további területi revíziókban. De a hadba lépés pillanatában volt is hely az esélylatolgatásnak, 1941. decemberére nem kellett és nem is lehetett többé feltevésekre hagyatkozni. A keleti fronton kialakult hadihelyzet, a moszkvai csata megmutatta, hogy a Szovjetunió legyőzése a Hitler által beharangozott villámháború hiú ábránt. De hiába a felismerés, ekkor bár nem lehetett kiszállni. A magyar külpolitika mozgástere végletesen beszűkült. 1942 tavaszán megkezdődött a II. Magyar Hadsereg verbúválása és nyár elején a frontra szállítása. Az aktív háborús részvétel sürgető németek kérésére a magyar külpolitika tehetetlensége, eszköztelensége, kiábrándultsága parancsolta a Don folyó partjára a magyar katonák százezreit. A II. Magyar Hadsereg sorsa mindannyiunk számára ismert. Mint egy fél évig tartó hősi helytállás és változó hadiszerencse után, éppen a Vörös Hadsereg 75 éve Uribnál történt áttörése végleg lepecsételte a sorsukat. Mintegy 120-130 ezer ember volt az együttes veszteség. Ki meghalt, ki megsebesült, ki fogságba esett, és soha nem tért haza. Honfitársaink tízezrei, akik a harcukban elpusztultak, vagy sebesülten a földbe fagyva, a donkanyari eltelen sírjaiban nyugszanak. A történelmi ár és haszonkalkulációk áldozatai ők, halálra sebzett, gránát által felszabdalt, megfagyott magyar katonák. Az ő emlékük előtt tisztelgünk a mai napon. Emlékezünk és emlékeztetünk. Hiszen a mai kor és minden további korszak polgárainak és politika csinálóinak feladata és kötelessége olyan világot teremteni, hogy többé soha senkinek ne kelljen hadlogló katona üvegesedő szemébe nézni. Köszönöm a figyelmet! Most fogadják szeretettel Reményi Anna énekművészt, Reményi József unokáját, aki Németh Béla zongora kíséretével előadja Radnóti Miklós Nem tudhatom megzenésített versét és Vince Zsigmond Kulunyi Ernő Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország című dalt. Thank you.
Gyönyörű vagy Magyarország című dal az 1920-ban a Vince Zsigmond és Kulinyi Ernő által írt Hamburgi mennyasszony című operett egyik dalbetétje. Mindkét szerző a holokauszt áldozata lett. A darab nem is keltett volna akkora érdeklődést, ha nem lett volna benne a Szép vagy Gyönyörű vagy Magyarország című dal, amely ezt követően a kor leghazafiasabb dalai közé számított. Később a nyilas korszakban zsidó származású szerzői miatt, a háborút követően pedig nacionalista tartalma miatt nem játszották, és csak a rendszerváltás követően vált ismét szabadon hallgathatóvá. A dallamot Bartók Béla a Koncertó megszakított közjáték című tételében erősen stilizált formában feldolgozta. Thank you.
kiállítás megszervezésében és a könyv megírásában oroszlán részt vállalt dr. Mezei Bálint történész, aki a mai napon nem tudott itt lenni. Annyira fontosnak tartja a kiállítást és az 1943. január 12-ai Doni katasztrófát, hogy ezen a napon Beleden tartott megemlékezéshez és a kiállítás megnyitóhoz elkészítette az előadását írásban, amit Végné Reményi Mária, Reményi József leánya olvas fel, és egyben megnyitja a jubileumi 30. kiállítást. 1943. január 12-én indult meg a Vörös Hadsereg elsöprő erejű offenzívája, amely számban, fegyverzetben és egyéb felszerelésben jóval felülmúlt a II. Magyar Hadsereg képességeit és harcászati lehetőségeit. A Doni tragédia a magyar történelemtudomány egyik kiemelt kutatási területe, így az utóbbi nagyjából 2,5 évtizedben színvonalas munkák egész sorát publikálták a témában. A jelen kiállítás a Doni tragédia és tágabb értelemben a keleti fronton harcoló, szolgálatot teljesítő magyarok minden napjaiban nyújt, nem mindennapi betekintést. Reményi Józsefről sokáig csak családja, munkatársai és barátai tudtak. Azok az emberek, akiket életpályás során segített, támogatott, nevelt és bátorított. Szélesebb közönség nem tudott, és nem is tudhatott arról, hogy a II. Világháború során ezérnél is több felvételt készített, melyek szinte hiánytalanul fennmaradtak. Nem szokványos háborús fényképekről van szó, Reményi József főhadnagy képei a háborút alulnézetből mutatják be. Azok a bizonyos, sokat emlegetett háborús mindennapok elevenednek meg a nagyszerű felvételeken. Azok a háborús mindennapok, amelyekről a háborút átélt nagy generáció tagjai sokat meséltek, de az emlékek lassan, immár 75 év táblatából kezdenek halványulni, kikopni a közösség emlékezetéből. Mindez persze nem csoda, ha úgy tetszik, valahol talán érthető, hiszen az említett korosztály tagjainak többsége, mert már eltávozott az élők sorából, vagy nagyon idős, beteg ember. Mégis, ne hagyjuk, hogy emlékeik eltűnjenek mindaz, amit átéltek, vagy megtapasztaltak örökre elveszem. Hanem éppen ellenkezőleg, tegyük meg mindent, hogy a megélt élményeik mind örök tanúságul maradjanak nekünk. Reményi József különleges ember volt. Túl azon, hogy zseniális fotókat készített, minden mozzanatban, minden helyzetben az embert, az emberséget kereste. Ez az érdeklődése persze belülről fakadt, humanista, vallásos, keresztény, de szociáldemokrataként igyekezett és tudott is a háború poklában ember maradni. Ember vagy emberek az embertelenségben, ez lehetne a vándorkiállítás méltó mottoja, de az egész életút jelmondata is egyben. Itt kell megjegyeznem, hogy a Reményi hagyaték sokkal több, mint a most kiállított képeknél, vagy az azonos nevű kötetben, amelynek címe a Doni fotós, publikált fotóknál. Reményi József szenvedélyes fotósként, amíg tudta, azaz ereje engedte, kezében tartotta a fényképezőgépét, arra várva, hogy igazi emberi pillanatokat örökítsen meg. Az életút átível korokon, békés, háborús időszakokon, társadalmi rendszereken, emberi vagy családi élethelyzeteken. Aki figyelmesen megtekinti a kiállítást, utána esetleg kézbe is veszi az említett kötetet, a Doni fotóst, láthatja, hogy többről van szó, mint egy szokásos háborús kiállításról. Egyrészt már a képek közlése is történelmi novum, hiszen az idő előre haladtával egyre kisebb az esélye annak, hogy még egy ekkora, ilyen bőséges, nagyszerű fotós hagyaték napvilágra kerüljön. Másrészt az itt bemutatott és publikált képek a megszokottól teljesen eltérő nézőpontból, alulnézetből mutatják be a II. Világháborút, azon belül is a keleti frontot, az egykori Szovjetunió megszállt nyugati területeit.
Láthatjuk a helybeliek, a megszálló katonák együttélését, azt a különös sokszor kegyetlen modus vivendit, amit a mindennapok része volt a 40-es évek elején. Láthatjuk a nyomort, éhezést, szenvedést, munkaszolgálatosokat, elhurcolt helyi lakosokat, menetoszlopban menetelő vagy vonaton zögykölődő magyar, német és olasz katonákat, hadifogoly vörös katonákat, fiatalokat és öregeket, érintetlen tájakat, porig lerombolt városokat. Láthatjuk az akkori életet. Reményi József pont ezt, az életet próbálta megragadni, támogatni és túlélésében segíteni. Az életnek ugyanúgy is élni kell. Az élet nem halhat meg. Erről nem szabad megfeledkeznünk. Reményi József sosem volt hivatásos fényképész, ahogy hivatásos katona sem gazdásztiszt volt. Egyik sem vált képei ellenére, sőt, fotóinak nagyszerűsége éppen a spontaneitásukban mutatkozik meg. Szó sincs gondosan előre beállított felvételekről, ő csak is olyan helyzeteket mentett negatívba, amik ott és akkor valóban meg is történtek. Ő a valóságot adta vissza, és csak is persze reményiesen a saját humánus nézőpontján keresztül ábrázolva. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk tehát, hogy nem kell a propaganda mázát lehántanunk a képekről. A valóság, legyen az bármilyen kegyetlen és szívbemarkoló, mindig magáért beszél. Csak a valóság, a megtörtént események érdemesek arra, hogy alaposan megismerjük, tanulmányozzuk. Reményi József háborús fényképeihez szervesen kapcsolódik frontnaplója, amely a képekhez hasonló értékű, mély, alapos történelmi forrás. A napló hézagmentesen egészíti ki a képeket, hiszen szereplői, katonák, ápolók, vasutasok, hadifoglyok, munkaszolgálatosok, családtagok visszaköszönnek a felvételeken. Az írott szöveg így kap vizuális támaszt, a felvételek pedig hála a naplónak mélyebb értelmet. A második világháborúban a frontra kerülő kórházvonatokról még ma is keveset tudunk. A témában mindmáig egyetlen fajsúlyos munka született, Bak Mihály nagyszerű memoárja, kórházvonattal a Dontól Dániáig. Még a 80-as évek végén, amikor az előző rendszer lazulása lehetővé tette a hasonló visszaemlékezések, forrásmunkák megszületését és kiadását, akkor adták ki. A Magyar Királyi Honvédség, a MÁV és a Magyar Vöröskereszt együttműködésében felállított kezdetben két, majd négy tengelyes pulmankocsikból álló kórházvonatok közül egy se került vissza hazánkba 45 után. Vagy elpusztultak, vagy hadizsákmányként ragadták el őket. Mindennapi működésükről, a betegek ellátásáról ezért keveset tudunk. Hála a reményi hagyatéknak, tudásunk a témában mára jelentősen kitágult. A kiállítás sohasem jöhetett volna létre Reményi József három gyermeke, Mária, Zsóka és József nélkül. A napló 2011-es felbukkanása után az ő segítségükkel kerültek el egy régi negatívok, melynek digitalizálását Zsóka végezte. Eközben Marcsi már gőzerővel a kiállítás szervezésén dolgozott, és hozzálátott a majdani kötet publikálásának előkészítéséhez. A kiállítás csodálatosan előhívott képekkel végül 2014 tavaszán Budapest Újlipótvárosi galériájában nyílt meg, majd országjáró körútra indult. A kötet sok-sok szervezés, egyeztetés nyomán 2015. decemberében jelent meg először, majd egy évvel később, 2016 végén másodszor, ekkor még több képpel illusztrálva. Jó lenne, ha a nagyszerű kiállítás minél több helyre eljutna, ha minél többen eljönnének és tanulnának, emlékeznek együtt, vagy külön-külön kiki magában. A Reményi család munkája minden elismerést megérdemel, megtiszteltetésnek érzem, hogy ismerhetem és barátaimnak mondhatom őt. Dr. Mezei Bálint történész. És azt hiszem, hogy itt az idő, tekintsük meg a kiállítást, mindannyian segítünk abban,
egy kis magyarázattal, ha bár a feliratok is megvannak. A három fő részből áll, az első rész a háborúra való fölkészülés idő, háborúra való felkészülés időszaka, ez szerencsésen a mi családunk megalapításának időszaka, hisz apám terményt gyűjtött, és ott ismerte egyik faluban meg Kapucson édesanyámat. Ebből házasság lett is a család. Ez egy rövid. Aztán utána a kórházvonatnak az életéről, működéséről, találkozásokról, a környezet embereiről, és a háború végeztével 44 decemberében, amikor már a németek tudták, hogy elvesztették a háborút, minden értéket kinyomtak Magyarországról, Sopronon keresztül. Már akkor jöttek a bombázások, Sopront is bombázták, és így került ki a kórház, nem ez a kórházvonat, amiről most a fotó készülnek, hanem Gödöllőben légoltalmi kórház, hozzátartozókkal, katonákkal és orvosokkal, szanitészekkel együtt, először Ausztriába, és utána pedig Németországba. Ott amerikai fogságba kerültek. Amerikai fogságban változatlan édesapám volt az ellátója, természetesen amerikai közvetítéssel az ott kint maradottaknak. Parancsoljanak, és szívesen állunk rendelkezésükre. És még annyit szeretnék csak mondani, hogy szeretnénk megköszönni azt, hogy itt lehet a 30. kiállítás nálunk veledem. Ez hatalmas öröm számunkra, hogy ez a csodálatos kiállítás tényleg itt lehet nálunk. És mivel a 30. ezért szeretnénk azt megkérni mindenkitől, hogy együtt közösen egy pohár pesgővel mégiscsak köszönjünk ennek a tiszteletére, ez a 30. és itt lehet nálunk. A fotókiállítás január 26-áig látható a Beledi Művelődési Központ nyitvatartási idejében.